Sziasztok, és üdvözleteket a következő hashtag slime time, hashtag Jager slime napon. Itt a Jager slime napon, milyen napon? Hát slime szerdán. Ugye mindig ezzel a mondókával kezdem a videókat. Srácok, üdvözlök titeket itt szerdán, vagyis amikor ez a videó készül, itt éppen szerda van, és egy nagyon szagos videót hoztam nektek. Reméljük nem büdös, reméljük nem szagos, reméljük illatos videót hoztam el nektek, mert ma a mai hashtag Jager slime videóban amúgy a videósbolt.hu például a Sikergoldon kaphatóak ezek a nagyon menő jágerszájmas termékek még mindig, mert nagyon-nagyon szeretitek őket. A mai napon illatos, reméljük illatos slime-okat fogunk letesztelni. Többfélét is, elméletileg 4 féle slime-t, itt már láthatjátok az egyik sarkát. 4 féle kinézetű, 4 féle illatú slime-ot, tehát összesen 4 különböző illatú slime-ot fogunk ma letesztelni, hogy tényleg illatosak-e, tényleg megérik-e az árukat, vagy csak ráírják, és ugyanolyan büdös, mint mondjuk ezek, tudjátok. Ha nem láttátok ezeket, erről a videókat, akkor keresétek a slime lejátszása listában, lent van a link a leírásban, az összes slime-os videóról, vagy mondjuk olyan, mint ez. Tehát reméljük, ez egy igazi, jó illatú, különleges, király különleges, és ez különleges lett, királyságos slime lesz. Úgyhogy szerintem váltsunk is a slime tesztelő asztalra, a kamera le fog merülni, úgyhogy a hirtelen szakadáson az azért. És hát szagoljunk slime-okat, ugye van, amikor gyűröd a slime-ot, van, amikor húzogatod, van, amikor rózsát csinálsz, van, amikor szagolod. Amúgy úgy nézem, meg is mutatom nektek akkor a különféle ízeket külön-külön, mert illatokat, hogy ő az első. Ez a Xentos, nem tudom, hogy gondolták a kiejtését, slime csomag. Ő az első, gyűjtsd össze az összeset, hát szerintem én itt a boltba kapható összeset megvettem. Itt is van a következő illat. Itt is van még egy illat, aminek úgy látom, hogy lyukas az alja, ez ilyen. És van még egy, na várjátok, ezt hogy fogjam. Tadá, remélem itt most az összeset látjátok. Itt is van mind a 4... I can't get that info for you here. Jaj. A Jagerbot megszólalt. Szóval reméljük ez az összes illat, ez úgy látom, hogy áfonyás, ez úgy látom, hogy dinnyés. Dinnyés. Ez úgy látom, hogy zöldalmás, és ez úgy látom, hogy vörös szőlő, piros szőlő. Kék szőlő, ki hogy hívja. Srácok, hogyha hasonló nagy reményeitek vannak ezekhez a slime-okhoz, hogy nyomtok egy óriási lájkot erre a videóra, de még úgy látom, hogy vannak ízek, illatok. Itt egy banános is látok, meg narancsos. Úgyhogy megtalálom. Megtalálom őket, felkeresem őket is, megszagoljuk őket együtt. Tehát, ha te már izgatott vagy, akkor légy szíves, nyom egy óriási lájkot. Továbbá, ha nem csatlakoztál még a jágerekhez, napi király videókért minden nap 18 órakor, akkor iratkozz fel, és most váltsunk is az asztalra. Szóval akkor itt is van az összes Xentos illatosított slime-unk. Szerintem kezdjük a kékkel, mit szóltok hozzá, mivel hogy az alapból már ki volt bontva itt az alján, nem tudom, hogy jól látjátok, de ez itt már kicsusszan. Kicsusszan, reméljük nem használta még senki, csak a szállítás alatt megtört a doboza. Na, szóval így néznek ki ennek. Az a neve, hogy Frozen Owen ennek, és ilyen szép kis mosolygós arc van rajta, és elméletileg ez áfonya illatú. Úgyhogy nézzük, úgy látom, hogy történetük is, hogy mindegyiknek egy külön személyisége van, és úgy hallom, hogy ez takony slime. Tehát nem az a slime, ami ez a gyúró slime, hanem az a takony slime, úgyhogy ide is fogjuk őket kijönteni szerintem. Hú, de jó illata van, ahogy felbontottam. Srácok, szagoljátok meg! Szagoljátok meg! Nyomjon egy lájkot, aki megszagolta. Nézzétek, ez jágerkék színű, és nem olyan folyós takony slime. Srácok, végre egy olyan slime, ami nem halálosan büdös, hanem halálosan jó illata van, kicsit túlságosan is erős az illata, de... Na, sajnos lemerült a aksi, de ez sincs rendesen feltöltve, úgyhogy gyorsan nézzük. Ennek nagyon-nagyon durván olyan illata van, mint a kocsi illatosítónak, tehát ilyen erőteljes, és nézzétek már ezt a slime-ot. Olyan, hogy kicsit túl lenne aktiválva, látjátok? De azért nem rossz. Nem rossz. Lehet, hogyha összekevernénk egy jó slime-mal, akkor jó illata lenne, de látjátok? Tehát így... Figyelj! Látod? Amúgy egyáltalán nem rossz, ez nem... Ez ilyen túlaktivált takony, tehát ez nem is takony, de nem is slime. Ez a közötte levő állapot, amit így szét tudsz szaggatni. Viszont így elhelyezed a lakásba, és rettenetes jó illatot kapsz. És így össze is tudod gyűrni. Tadá! És újra egybe van. És srácok, zseniálisan jó illata van, zseniálisan jó illata van ez a... Hú, ez nagyon tetszik, ez nagyon-nagyon tetszik. Kíváncsi vagyok, hogy meddig tartja az illatát, amúgy nézzétek, már a fele üres. Nem is értem, hogy miért. Tehát ez volt az áfonyás, a kezem kicsit
ragadós ettől, de úristen, most majdnem azt mondtam, hogy szagoljátok meg, nagyon-nagyon durván olyan illata lett. Úgyhogy jön is a következő, ami kékszöllős. A kékszöllők, Szentosz, slime. Az ő neve az, hogy Keribari. Itt van nektek Keribari, az Öribari. Keribari, aki a te Öribarid. És tiétek az első szaglás. Ó, de jó. Azt a... Hű, ennek a végén van egy kis bűz. Ilyen műanyag szag. Oh boy, Keribari kiömlött. Itt van. Keribari. Na, srácok, sajnos mind a kettő kamera aksi megadta magát, úgyhogy a kicsi kamerámmal veszek. Hát ez sajnos nincsen jó minőségű, de ezt a slime-ot akkor is be tudom nektek mutatni. Ezt nézzétek, tehát erről beszéltem. Annyira... Tehát egyáltalán nem rossz az állaga, csak nem olyan igazi slime-os állaga van. Mert ha így óvatosan nyújtogatod, hát akkor is kiszakad. Meg ebből nem tudnék nektek slime rózsát csinálni. Viszont az illata jó, de... Az... Szagold? Ennek ez nem olyan jó illatú. Például az áfonyás az zseniálisan jó illatú volt az előző. Viszont ebben van egy kis műanyag íz. És a... Ez idáig az utolsó helyen áll. Ez idáig nagyon jó illatú, ez idáig nem olyan jó illatú. Úgyhogy jön is ismét egy teljesen más színű. Mégpedig, kicsoda ő, Cosmo Crisp. Itt van Cosmo Crisp. Elég jól néz ki. Igazi slime kinézete van, igazi ilyen zöld takony kinézete van. A mi kis Cosmókánknak. Na nézzük, Cosmo. Ismét a ti szaglásotok az első. Kár, hogy nem lehet olyan kamerát, mi? Ó, na ez jó. Kicsit vici illatosító, de nem rossz. Nézzük Cosmót. Hát hangja egyiknek sincs, sajnos. Viszont ő egy kicsivel. Nézzétek csak. Na jó, ő egyen jobb. Állagra nem tudtam, hogy ezek nem ugyanolyanak. Nézzétek már, Cosmo nyúlik. Cosmóból figyeljetek, csinálok rózsát. Cosmo rózsa. Tehát az ő állaga, látjátok, hogy mennyivel jobb? De ez hogy lehet? Pedig csak az illata különböző, elméletileg ugyanaz a széria, ugyanaz minden, viszont Cosmo jobb. Ami Cosmo buborék is lett. Ki se lehet lyukasztani. Cosmónak van ideig a legjobb anyaga. Cosmo, ideig anyagban te vezet. Kicsit vécéletosító illata van. Viszont ebbe több is van. Látjátok? Na jó, ez érdekes. Én azt hittem, hogy ezek mind ugyanolyanok. Illatban ő vezet, viszont benne nagyon kevés van. Állagban ő vezet, viszont ebben nagyon sok van, illatban ő borzalmas. Úgyhogy a sorrend az utolsó fogja meghatározni, és ehhez fűzöm a legnagyobb reményeimet, mert ő Dinnye Dili. Nem ez a neve? Biztos sokkal jobb neve, amit én kitaláltam. Az ő neve Randy Rind. Szóval Randy, óriási reményeket fűzök hozzád. Úgyhogy megegyezhetünk abban, hogy jó illatod lesz. Randy? Randy. Értitek, mint hogy rendben van? Randy? Randy. Jel Gergős Pavic, mi? Na nézzük! Randy a háromszemű. Ti szagoltok először. Ó, jó dzsigli, figyelj! Plügy, plagy, plügy. Randy-t kóstolj. Na jó, nem akartam megszagolni, de ugye megcsapott az illat. Dinnye illatú, viszont a végén van egy kis frissen vágott fű. Egy kicsit műanyagos. Fájtok. Ezzel nem lehet olyan nagy bubit csinálni, viszont ennek is jó anyaga van. Látjátok ezt? Na jó, ez nagyon különleges, hogy némelyiknek sokkal jobb nyúlós anyaga van, mint a többinek. Figyelj! Tehát ebből még én rózsát is tudtam csinálni. És még hozzá nem is csúnya a rendi rózsája. Szóval... Ez nehéz. Nehéz, mert bárcsak az elején csak az egy illat lenne, mert a végére megcsap egy másik. Tehát az eleje zseniális dinnye, és a végén egy kicsit a dinnyehéj illatát is belerakták. Tudod, a rohadt dinnyehéj. Na nézzük benne, mennyi van. Randy is eléggé tele van. Na, szóval srácok, először is most állítsátok meg a videót, és kíváncsi vagyok a ti sorrendetekre így kinézett és teszt alapján, hogy ti melyikre mondanátok azt, hogy az első helyezett. Tehát kíváncsi vagyok, légy szíves, írjátok le, hogy ki hanyadik helyezett, itt forgatom őket, hogy a neveiket lássam. Szóval nézzük. Kezdjük is. Mit mondtok Keribarire? Mit mondtok Cosmo Crisp-re? Mit mondtok Frozen a Oven-re? És mit mondtok Randy Rind-re? Én azt mondom,
hogyha ti leírtátok, akkor elmondom én is az első helyezetet. Számomra az első helyezet az illat alapján Frozen Owen! Frozen Owennek nagyon jó illata van, igaz, kevés van benne, és az anyaga sem a legjobb. Ezért a második helyezett Randy, akinek jó illata van az elején, és az anyaga is jó, és több is van benne. Harmadik helyezett pedig Cosmo Crips, akinek nagyon jó anyaga van, viszont az illata annyira nem jó, és nagyon-nagyon hátul kullog Barry. Carrie Barry, nagyon hátul kullog itt a negyedik helyen, de inkább így van a sorrend. Mert ezek nagyon jók, ő annyira nem. Egyik sem igazi slime-os anyag, tehát a legjobb sem az az igazi slime. Nézzétek már be, mennyire kevés van. Például figyeljétek meg ehhez képest. Így pont nem látjátok, de látjátok, hogy sokkal kevesebb van benne? Mert a... Egyik sem olyan igazi slime, tehát látjátok? Egyik sem az az igazi nyújtható slime, mert szakad. Viszont neki nagyon-nagyon jó az illata, és zseniálisan jó színe is van. Tudjátok, ezt a pólót például az MC Shopban lehet kapni, ezzel a párnával mcshop.hu. Per Janosik, alsó van a Gergo, lent van a link a leírásba. Viszont egyik sem ragad rád, egyik sem folyik szét, mindegyiknek nagyon-nagyon jó illata van, kivéve őt, kicsit ilyen műanyagos. Én ehhez óriási reményeket fűztem, nem lett rossz a második hely, ez elég lett. Ő hozzá kevés reményt fűztem, és mégis ő lett az első. Ő hozzá szintén egy reményt fűztem, mert szeretem a kékszőlőt, de annyira nem lett jó. Ő meg így pont köztes. Úgyhogy srácok, ennyi is lett volna ez a videó. Remélem tetszenetek, elnézést, hogy a kamera itt kivágott, meg kamerát kellett cserélni, de remélem így is tetszenetek ez a videó. Ha igen, akkor tudjátok, nyomjatok egy órási lájkot és csatlakozzatok a világ legeslegjobb csapatába, a Jágerekhez. Napi királyságos videókért minden egyes nap 18 óra, 00-kor, ha szeretnétek nagyon-nagyon menő Jágeres termékeket, lent van a linkek a leírásban, lent vannak a linkek a leírásban, és ezeket Spárba pedig, vagy Müllerbe vettem, mert úgyis meg fogjátok kérdezni, ott meg tudjátok őket tekinteni, én itt Miskolcon, nem tudom a többi városban hol lehet, de ott keresétek őket. Köszönöm, hogy itt voltatok velem, és találkozunk holnap, meg minden egyes nap 18 óra 00-kor. Sziasztok!